Na, 46. szám kell nekünk. Jabba alakot ölt. Alatt elkérhettem, hogy bontogatok. De az nem fog látszódni így akkor, hogy mi volt benne. Jó, fog látszódni. Ja. Ja, azok törtek el. Most nézem, hogy a gyerek bébi odás párnája pontosan ugyanilyen, mint Aldri kapucnia. Na tessék, Adri. Nekem is van olyan párnám, tuti, hogy ez olyan, mint az. Azt nagyon szeretem. 4 tonna modellező anyagot használtak fel Jabbához. Azt akarták, hogy valódi gonosztevőnek nézzen ki. 4 tonna. Mennyi? 4. Naon durva. Mivel a bábú belsébe levő kezelők nem láthatták, mit történik odakint, a jelenet leforgatása, amelyben Jabba felborítja C-3PO-t, nem volt egyszerű. Esküszöm, nem így terveztem, de megint te fogsz kábelezni. Milyen érdekes. Hát igen. Nagyon sok próbám volt Jabbával, ő ugyanolyan színész, mint bárki más. Jabba bábosai. Sült kolbi volt krumplikával és céklával a kaja. Tetszik a... Na, látod a TikTok linken, meg GeekTok. Hoppá. Ó, itt van Keto Esso. A KX széria egyik legzarabb tulajdonsága a szerves lényekre jellemző, igen, realisztikus mozgásminta volt. Itt van Keto Esso. Yeah. Have returned. Order 66 megérkezett. Igen, most így a napokban nagyon sokan osztották meg a 66-ot. Szia, Adria második. Köszi szépen az 5,5 évet. Pár óra is. Ó, igen, gyere a mamához. Anakin a Fortiba. Pár órán belül érkezik? Hát május 2, pár órán belül itt van. Ja. Nem tudom, mikor érkezik pontosan. A robot járásának fajtái. Távvezérlés. Rovaloktól a pókokig. Beregjenek srácok a szvegek Adria másodiknak. A Csillagok háborúja galaxisa tele van különböző konfigurációjú lépegető gépekkel, a 8 rámban rendelkező AT-OT gépektől egészen a 2 lábú robotokig, amelyek szinte bármilyen terepen tudnak közlekedni. Megvannak az alki részek. Mutattad a streamba? Nem. Azt mondtad, mutatni fogom. Hát te fogod mutatni. Azt mondtam, hogy mutatva lesz. Nem azt mondtam, hogy van. De csomagkibontás már úgy kellett volna. Hát de látjuk, ha valami hiányzik úgyis. Egy. Igen, elővettem. LPR 19. Az LPR 19 jelzésű alkatrészek megegyeznek. Tehát, hogy ezek ugyanolyanok. Tehát mindkettő ugyanolyan. Mi az, az a mindkettő? Ja? Ja, hogy még ki se vetted. Hát akkor mit izélsz? Tessék. Ezeket levetted közben. Oké. Hát ez a kettő ugyanolyan. Az egyiket illesz oda az LPL 04-es lemezhez. Lásd a fotó. Hú, azt nagyon rossz volt csinálni. Ezt? Aha. Igen, csak az kiesik a helyéről. Akkor a másiknál volt rossz. Ja, ott simán lehet, hogy rossz volt.
Tedd bele az egyik ezüst színű alkatrészt a lemez nyílásába úgy, szépen, hogy a szélei belecsúszanak a nyílásba. Igen. Tedd bele az alkatrészt ütköző... Mi? Ezt most miért írták le háromba? Üdv a világomban! Csinálj meg ugyanezt a másikkal. Ugye? Ezt úgy egy képbe bele lehetett volna tenni. De mindegy. Igen. Itt a végeredmény. Ne aggódj, ez az egész oldal arról a kettő momentumról szólt, ne aggódj. Ennek a munkafázisnak az összes lépését elvégezted. Tedd félre biztonságos helyre az összeszerelt alkatrészeket, a droid lábát késő fejezetben. Mert 20 lapszám múlva szükséged lesz rá. Ez most tényleg komoly? Ennyi volt. Azért meg itt ezt bontogatom, meg itt van még ez is, ok. Ezt nem kellett sehova se beletenni? Hát te lapoztál. Sehol nem kell. Most mi kell? 40? 47. Azt nem találom. Ja, mert beesett. Szia, Mr. Shadban. Kalácska a háttérbe... Fél órás WC szünetet tart. Így van. Le akar menni a bányába. Mosdon van, Kalácska. Köszi. Ez így nagyon hiteles volt. Az Ewok falu díszletei. Néhány nappal a Jedi visszatér forgatásának kezdete előtt az Elstree Studios két műtermében, illetve a jelmezeknek otthont adó épület nagy részében lázas építő munka folyt, melynek eredményeként életre kelt az Ewokok világa. A fatörzsek megformázása kemény munka volt. Mindennek úgy kellett kinéznie, mintha az Ewokok munkája lenne. Ott van, csirpa. A csirpa? Azt hiszem, igen. Szerintem igen. Kíván. Na, ott van. Paplo, Vikit, Tibó, Logré, csirpa. És az Ewok harcos. Igen, de rég hallottam ezeket a neveket. És hol az Elder? Nincs Elder. Nincs Elder. Micsoda metál. A Jedi rend droidjai. Mi az a punk haj? Ő nagyon tele volt antennával. Ilyen 66. Úgy yes. Hívják a droidot. Hoppá. Bűnügyi helyszín elő. Menj már komolyan! Aha, a Russo ISC. Szakképzetre bűnügyi helyszín elő volt. Hajlamos volt meghökkentő kijelentéseket tenni, amiket védőszemüvege felemelésével is hangsúlyozott. Ezt a CSI-ból lopták, tuti. Autonóm haszon gépjárművek. Vezetés a temmel terepen. Hallod, egybetették ezeket a csavarokat, ne szívass már. És egybe. Három... Különböző hosszúságúakat? Hát, egy hosszúak, de én most milliméterre pontosan nem tudom megállapítani. Annyit látok, hogy ez nagyobb, meg ez nagyobb, meg ez nagyobb, de ne szórakozzanak már így. Ez 2x4-es. Igen, elő kell szednünk a... Ezt vedd el, az közel. Igen. Mostani számhoz kapott két fémlemezt, és a három... Igen. Tehát a háromból kettő kell. Melyikből volt három? Ebből. Tehát ebből kell kettő. És kell kettő fémlemez, ez, meg mi? Ez nem fém, de ez kell. Mi az? Hát, hogy miért írták akkor, hogy fémlemez? Igen? Ott van. Kapott két fémlemez. Ja. Hát ez mi anyag? Hát igen.
Igen. Így van, az Luke-nak a kis fénykardja, mert az ki fogja lövelni majd. Bizony. Tök menci. Azt mondja, fogd meg az LPR 18-as lemezt úgy. Tehát a bal boka lemez, azt gondolom ez, igen. Egy kis. Hogy ívelt fele kifele nézzen. Igen. Illetve a lábvázának alsó részére és húzd rá egészen addig, amíg bele nem ütközik a kék műanyag részbe. Ezt csináltam már. Ezt én csináltam. Milyen sutyerákok itt nincs rajta az acuc, látod? Mert rájöttek itt, lehet félte... Na hát, kiesik. Szóval rájöttek féltávon, hogy hát ez amúgy nem kell még oda rá. Ja, igen. Ja, nem az a másik. De itt miért jelzik, hogy rajta van az? Ez egy kicsit zavaró. Mert szerintem te rosszat nem jót fogsz. Persze, hogy nem jót fogsz, hát nézd, abban már benne van a fém. Azt tedd félre, mondom, az 20 epizód múlva kell. Így van. Ilyet már csináltam. Hát csináltam már ilyet. Még jó, hogy csináltál már ilyet. Nem baj. Itt vagyok és segítek. Fogd össze az LF05-ös lemezt és a láb vázát a képen látható módon, úgyhogy a lemez levő két rögzítő csap belemenjen a lábvázának végén levő nyílásokban. Mi van? Így kell. Az ott idegesíteni fog. Ja, itt lesz középen neki még egy lábinkója majd. Ja, ja, az alján. Uh-huh. Most ő izé, sántít, jól hallottam? Nem, mint a sántít ott volna. Nem, egy szerintem egy alom darab beragadta a lábához, és azért lépkedett így. Úgy hallottam, a mosdóba rázta le magáról. Igen. De jó. Na. Ez minden, amit ebben a számban összeszerelünk. Az LPR 18-as lemez még nincs véglegesen rögzítve, ezért figyelj oda erre a későbbi munkák során. Kész! És figyeld, a következő, ez nagyon durva lesz. A következő szám nagyon durva, srácok. Speedrun, konkrétan. Hány hetente kaptál ilyet? Hát havonta kaptam, 4-et egyszerre. A végén meg már 5-öt, mert felgyorsították. A 48-as szám, srácok. Ez. Az Atlanti-óceán mindkét oldalán több mint egy évig tartó kimerítő felkészülési munka után a stáb 1982. január 11-én hétfőn hozzálátott a Jedi visszatér felvételéhez. Hatalmas ventilátorok felett öntötték a homokot, borzasztó volt, a repülőszemcsék beleszálltak az orromba és a szememben, mondja Mark Hamill. Micsoda ninja leje. A tüdőnkben rendkívül borzalmas parafapor került. A filmekben a homok nem hasonlít homokra, ezért parafát használnak. Ó. Tetszik. Leia jelmeztervével egy pokrócot is beterveztek, amely Carrie Fisher eltakarotta a száját és az orrát, hogy így védekezzen az egész forgatási helyszínt beterítő homoktól. Nem olvastam el. Nem kell. Industrial Automata. Ezek az Astro droidok. Astro droidok. Sokkoló sugár. R4.
R4-t szedték le a Kulancs droidok a harmadik rész elején? Nem emlékszem. R6, H6, 5. Plokum. Azért a 66-os parancs hidegrázós volt moziba. Legalábbra is nekem. Robotok létesítmények ellenőrzésére és légvédelmére. Az R4 vagy szegényke, egyen meg. ABC érzékelő. Csapatmunka rendszerek. Nightscope robotok beltéren. A bal ultrahangos érzékelő. Készítsd elő. Nem sok szám múlva kell, hanem most. Kettő szám múlva. Azok miért ilyen furi? Majd jó lesz, hogyha benne lesz teljesen. Most látom. Jó, és akkor azt mondja, hogy fogom, és itt így kivezetem. Beütött a kajakom a srácok? Egy kis csendesek vagytok. A felpörgött Adrihoz. Nem igazodik a stream chat. Azt mondom. Igen. Így kell kinézni a helyesen beépített érzékelőnek. Kaja és melókoma. Hoppácska. Hoppá. Srácok, meg vagyunk a 48. szám utasításával is. Yeah. Érzem, hogy még meg lesz a bőtje ennek a gyors haladásnak. 46-nál kezdtük, srácok, és már a 49-nél tartunk most. Nem ebédeltél? Nem szoktál? Vagy hogy? Nem ebédeltél? Igen, jól látjátok, srácok, 49-es szám. És ott van még mögöttek két dolog. Amúgy valahol lassan aktuális lesz az az egy csavar cucc, ami ide volt téve. Ott le van ásva. Jó. Bár a Jedi visszatér rendezője Richard Marquand volt a film forgatásának idején az Elstree stúdiózban állandóan jelen volt George Lucas is. A kapu hiányzó része matte painting technikával készült, a jelenet Vista Vision kamerával forgatták, ez újdonság volt Richard Marquand rendező számára. Stanley Kubrick azonban már használta az 1960-as Spartacus című filmben. Csak annyit mondtam, George. Figyelj, ha azt akarod, hogy jól dolgozzam, több időt kell szentelned nekem. Jaja, mindjárt meg vagyunk a felével. Így van. A föld alatti világ, a trónterem. Ez a lúk. Iszonyatos hőség volt, ráadásul a színészek műanyag jelmezt viseltek. Számukra a hőség még elviselhetetlenebbé lehetett. Még elviselhetetlenebb lehetett. Akkor a folyosó főzés megy? Igen, a pizza fut. Leia és Csubakka érkezése a trónterembe. A forgatás bonyolult volt a két kamera használata miatt, amelyek mindegyike három kezelőt igényelt. Femi Taylor. Színész, énekes és táncosnő. Mi volt a Twi'lek táncosnő? Tudó 360. Fejvadász droid, wow. Ott van kedvén mellett. Jaj, emlékszem, ő cuki volt. Nézd meg, még fénykardja is van. Hmm.
Tényleg boss. Helios 3D. Azt nézd. Aztán. És C21 Heisinger. Heisenberg. Kedvén és Boba Fett társa, a C21 Heisinger a galaxis egyik legbizarrabb fejvadásza volt. Pedig ez hasonlít egy droidra. Csak meg nem mondom honnan. Mezőgazdasági munkák. Ott a menőség, a pára, izé. A Csillagok háborúja univerzumában a droidok segítik a galaxisba élő emberi és idegen populációkat a gazdálkodásban. A sivatagi Tatooine bolygón a pára kondenzátorok legegyszerűbb szoftverrel felszerelve lehetővé teszik a vízmolekulák levegőből történő kivonását. A levegő vonja ki a vizet. Na, bal láblemez összeszerelése. Készítsd elő, keresd meg a két csapot a bal talp külső lemezének sima oldalán. Korábban kapott csavarokat. Melyikeket kaptuk, te emlékszel? Készítsd elő az LFR 10-es lemezt és a korábban kapott csavarokat. Jó. Keresd meg a két csapot a bal talp, igen, csap. Az előzőben csak azt a izét kaptuk, az érzékelőt. Igen, és az előzőekben, és az melyik számmel, hogy sok előző van? Melyik az az előző, amelyikre gondolnak vajon? Azt hiszem azt, és a 2x4-es, 2x4-es, tudom, ez lesz az ezüst. És mennyi kell 4? De ott a képen, mint a fekete lenne. Nem. Ezüst? Aha, ezüst. Han... Ja, hogy hamburgert csináltál. Na, egészségedre, Mr. Shadon. Jó, ennyit belecsavarunk. Ugye, hogy ehhez most jobb a vasemberes izé? Csavarhúzó? Most ez volt itt kézzel. Akkor hasonlítsd össze. Jó. De az előbb már izé csavartál azzal. Vasemberes valamiért nekem jobban áll a kezemre. Ja, jobban kézzel. Ugye? Igen. Yeah. Erre vártam. Igen. A megerősítésemben. Igen. Ja, amúgy itt írja utána. Ugye ne az elején végül is, csak ott előkészíteni kell. Tehát, hogy ott nem muszáj leírni mihennel. Igen, valószínűleg mindent ki kell majd neki sípolni. Majd beszéltetem. Úgyis ott lesz a gépemnél, az asztalom. Uh-huh. Gondolom egy pár hétig csak. Na, BD-vel ott fogják nyomni. Így néz ki a droid bal lába, készen állva a kerék összeállítására, amelyet a következő számba fogsz összeállítani. Hoppa. Nem tetszik a szó ismétlés. Milyen szóítmészés? Összeállítás. Kétszer van a mondatban. Ja, értem. Nem láttam. Na, tök jó. Jó, tehát meg vagyunk ezzel is. 50-es szám.
Kicsit több hely. A film első két jelenetének, a homokvihar és Jabba trónterme leforgatását kísérő számtalan nehézség után a stúdióban a rendező és a szereplők abban a tévhitben voltak, hogy túl vannak a legrosszabbon. Február 8-a. Első jelenet. A Vader csillagrombolójának parancsnoki hídja, az 59. és 61. jelenet. Ja, hogy ez. Uh-huh. Én addig mi ott tolhatom magam? Csörgök. Sebastian Shaw, angol színházi színész szereplését a filmben, ő alakított a Vadert a sisak levétele után, egészen a film forgatásának napjáig titokban tartották. Hoppácska. A legnagyobb forróság minden bizony a Jabba bárkájának belsejébe volt. Nem hittem volna, hogy vala ilyen melegem lesz. Taktikai stratégia droidok. Megtaláltam. TX-20-as. Erős személyiség. A T-sorozat taktikai droidjai túlzottan nagyra tartották magukat, és hajlamosak voltak lenézni a többi droidot. Itt van Sabine, ott meg Ezra hátul. Miközben az egyik lázadót kereste, Sabine megjavította a régi taktikai droid fejét, amely hozzásegítette ahhoz, hogy fontos útmutatást szerezzen. Szervó motorok, a legerősebb mágnesek. Impulzus szélesség moduláció. Jaj, de viagy, ez az 51-es. Ja. Keresem itt égen földön. Balkerék és kupola panelje. Megépítjük a bal kereket. Na. Készítsd el a kerék három részét és a négy leghosszabb, 2,3x6 millis csavart. Az az öt fekete. Készítsd elő a kereket. Mennyi és kell? Az elefer 4. Többet adnak szerintem most már. Rájöttek a felek környékén, hogy lehet nem mesélni. És csak itt lesz az, amit kértél. Igen. És 2x4 és de jó, így összerakni ezt a kereket. Te nem csináltad az előzőbe az? Nem, azt te csináltad szerintem. Ó, aha. Hát azért nekem is szólhatsz, ha ilyet csinálsz, úgy megijedtem. Jó. A macskának fogok szólni, hogy menjen le az ágyról. Hát igen, de ezt előtte. Összenyomtuk, és akkor most jöhet a négy csavar. Alapvetően most megint kaptunk egy csomó alkatrészt, és így tett félre. Nekem még a kedvencem mindig ott van valahol az a fél milliméternyi valami. Kis fém cucc. Látod? Látom, erre gondolsz. Arra, igen. Jó lenne ezekkel haladni, hogy hogy ezek már úgy bent lennének a helyükön, és nem kéne elrakni, mert félek, hogy eltűnnek. Impulzus szélesség moduláció. Hallottam már durvább betegségről is.
És most vagyunk a felénél, skacok. Bizony. Mármint az egésznek a felénél. 50. lapszám. Mi is a kiegészítő tartalmazártóhoz? Tessék? A DLC. Mi a DLC hozzá? Milyen DLC? Hát, tudod, mint a Vasembernél a Battlescar darmon. Nincsen. És ennek, hogyha prémiumot fizettél volna elő, akkor azt hiszem valami lámpa lett volna, ezért. Tehát hogy egy artúformi lámpa, vagy nem is emlékszem, mi volt a kiegészítő. Megmondom őszintén, fogalmam sincs. Nem. Ez csak egy szimpla, egyszerű hétfői stream azzal a különbséggel, hogy mivel ma egyébként nem lett volna stream a munka ünnepe miatt, hát azt mondta, hogy tegyük az Artut. Hát meg Star Wars hét igazából. Pénteken megjelent a Survival, szombaton összeraktuk a BD-t, tegnap Survival-eztem, ma rakjuk az Artut, holnap Fortiba jönnek az új Star Wars skinek, és május 4-e csütörtök. Szóval Star Wars 7. A május 4 legyen veletek, igen. Olyan szívesen bemennék Star Wars-os pólóba csütörtökön. Mi tart vissza? Hát nehogy jöjjön a vezetőség. Viszont másik ruhát is. De nem akarok másik ruhát vinni. Juhu! Kész. Yeah. Az összeszerelt kereket helyezd el biztonságos helyen. A munka későbbi szakaszaiban R2D2 bal lábába építed majd őket. Bocsánat, csak what the fuck, ilyen annyira egyértelmű kérdést tett fel, hogy minek ilyet kérdezni? Hogy bevenném meg? Alig várom, hogy bejöjjön. Klónok lesznek, nem mint egy klón lesz, meg Anakin lesz. Ennyit tudni. Hát a klónok se biztosak egyébként. Adrien Kálkesztiszt is látott. Legalábbra is a klónokat is csak így láttam egy képen, ami nem biztos, és akkor lehet fész egy, fész kettes között választani, meg hogy legyen-e csíkja, ne legyen milyen színű csíkja, de ez kijelentés volt alatt a kérdője. Szóval két skin fog elméletileg bejönni, az egyik Anakin, mármint a klónokat, ha leszámítjuk, akkor az egyik Anakin, és a másik az vagy Palpi lesz, vagy a villámok miatt, vagy Cal Kestis, ezt még nem lehet tudni, de hogy kettő Jedi skin jön fixen, mármint hogy erőhasználó skin jön. És emellé szerintem még a klónok. Szóval, ja, Ashoka is jöhetne. Az 51. szem következik most, kacok, amihez a búra tartozik. Pi-pi-pi-pi-pi! 51! Teljes gőzzel előre. A Jedi visszatér egy hónapos forgatása után, a gyártás csak két napos csúszásba volt, ami a birodalom visszavághoz képest nem volt jelentős késés. Ám a stáb eltökélt, hogy tartja a tempót. Egyik alkalommal egy fehér letisztult, csodálatos kozmikus díszletbe voltam, hihetetlen gépekkel körülvéve. Amikor is az egyik konzolon egy hatalmas gömb galambürüléket pillantottam meg. Mondja Anthony Daniels. És valaki mondta, hogy ezt a kupola részt, igen, ezt tartsuk meg. Csak melyiket, a műanyagot, vagy ezt a fehéret? Mindent megtartunk. Most első hiszem, hogy eljött ez a pillanat, hogy levehetem róla. Ebbe, ha vége, akkor virágot fogunk ültetni. Mit szólsz, Adri? Ültetsz virágot végre, de jó. Végre? Miért arra bárta, hogy virágot ültessek? Persze, minden nő álma, hogy virágot ültessenek neki. Nem neked akartam ültetni. Ja, bocs, akkor sajnos mától nem alszolítom. Mit csináljak ezzel? Miért nyomtad a kezembe? Hát, mert kell neked, nem? Még olvasok. Ja, jó, hát olvass el. Oda ne, oda ne, oda ne, oda se.
az egy doboznak a teteje, és az a valami 5 grammot, hogyha nyom. Hát nem jó. Tessék. Nem akarom izélni, mert mondjuk amúgy tömörnek tűnik. Pillanat, Adri, ne jegy meg. Az öreg Vista Vision kamera. Ott van, Monmotha. Akbar admirális karakterét a preprodukciós fázis során készített vázlatok közül választották ki. Az általános beállításoknál a Mon Calamari-t jelmezbe öltözött színész játszotta, a közeliek során pedig Babu jelent meg a színen. Oh. It's a trap. Taktikai szuperdroidok. Baktoid combat. Wow. Fejlett harci szoftver. Felső vezető. A taktikai szuperdroidok fejlettebbek voltak, mint a T-szériájú elődeik, és úgy vélték, hogy nagyobb képességekkel rendelkeznek, mint bármilyen más egység. Ott van, nézd csak Dooku mellett. Négy lábú lépegetők. Nem kell. De nem is látszik. Szóval maradj most csöndbe. Attól semmiből nem csinál. Semmiből nem hangzik nagyobb. Plusz zaj nem jó. De nem. Bostoni Big Dog. A Csillagok háborújában az AT-AT lépegetők járása négylábúak, főleg az elefántok mozgásmódjának gépiesített változata. A gépek stabilitásáért a számítógépes vezérlés a felelős, még ha a gépeket húsvérpilóták is irányítják. Na. R2-D2. A DP-01 a kupola fém burkolata. A kupola fém burkolatán több mint 20 nyílás található, a lámpák, a kijelzők és a kék panelek számára, amelyek az R2-D2 tipikus ismertető jegyei. A paneleket, amelyek funkciója tisztán esztétikai, ideiglenesen kétoldali ragasztószalaggal fogod rögzíteni, addig, amíg nem jutsz el a fémburkolat kupola vázára történő rögzítésének lépéséhez. Oda kell ragasztani ő. Hajrá! Ezt te fogod csinálni. Miért én? Miért adtak ragasztószalagot? Igen, ott akkor van. Jó. Az első kék panel beszerelése. Az olyan ez lesz? DP16-os? Hát más nem adtak. De olvasd. Ott van DP16-os, igen. Akkor ez kell. Amúgy még van más kék panelünk. Ja, tényleg. Na. És azt hova kell tenni? Neveszem. Jó. Burkolat belső oldalára. Én úgy nézem, hogy ide kell tenni majd. Ragasszam én? Szeretnéd? És melyik ragad? A barna védő réteg a... Fehér védő réteg is van rajta. Igen? Akkor lehet, hogy először rosszat vettem le. Vagy most nem vágom, mi van. Na, olvasom még egyszer.
Óvatosan távolítsd el a fehér védőréteget a két oldalas ragasztószalagról. Hát érzed, melyik ragadtam. Ez nem ragad. Jó. Ez elég jó, ha fejjel lefelé letetted az asztalra, és amúgy oda se ragadt hozzá, ez elég biztatóan húzik. Oda ragadt. Emléletileg ide kell tenni, mert máshol nincs olyan... Oda teszem. Pontosan ide érzed a szalagot a burkolathoz, először meggyőzöd arról, hogy az a megfelelő, ugyanígy másikat is oda kell tenni. Nem akarsz meggyőződni róla, hogy ez megfelelő? Én meggyőződtem róla, André. És akkor teljesen oda alá, vagy hogy? Igen, nagyon fel. Nem logikus, hogy egyszer várjon, letartóztatom. Igen, ez a izébe volt a... Amikor a Coruscantra akartak menni. Az első részbe. Mit szólsz ez? Szerintem szupi. Hol a másik itt ez? Hát ahova tetted. Amúgy szuperül ragasztottad. Hát ezt már annyira nem. Zavarba jöttél a dicséretemtől. Most már úgy marad. De az látszódni fog. Miért nyomtad rá? Tessék. De ne az egész. Nem baj. Már nem tudod, nem mondj. Segítse? Nem. Ja, igen. Szoftver frissítés. Bár azok a B1-esek elég ilyen kis bénák voltak egyen meg. Ott egy kicsit. Az nem számít. Most le lehet szedni a barna. Ezért. De nagyon ragadhat, ha még így is le tudtad szedni az egészet már megint. Adri, ne negatívoskodj itt, légy szíves. Nem negatívoskodok. Ez full komoly. Jó, mit írnak? Óvatosan igaz is hozzá a nyíláshoz a DP16-ot, ahogy ez a képen látható. Csak mondom, yes. Addig rakjuk, amíg az arra nem kerül rá a teteje. Amit, hogy a kupola nem áll egybe, mert ez úgy leesik, mint a húzat. Mi a baj? Csak jobban akartam oda tenni. Ó, és ennyi. Ja, ez olyan anyag, ami meglátszódik az ujjam. Igen. Úgyhogy át is adom neked. Azt hogy fogjad ott? Hát oda van ragasztva, nem? Nyomjad még ott egy kicsit. Én nem nyomkodtam oda. Kiborgok! Ott van Darth Maul. 52. szám. Az uralkodó akcióba lép. Mikor Ian McDiarmid színész 1982. február 23-án kedden felment az Elstree
Stúdió 6-os számú színpadára már egy 4 órás előkészítésen volt túl, mely során a sminkesek latex maszkot és sminket helyeztek fel az arcára. Az uralkodó sántikában jött le az űrsikló rámpáján. A szerep eljátszásához ilyen színésznek latex maszkot kellett viselni az arcán, de azt már írták. És miért kerestek fiatal színészt? Tudták, hogy még akarnak majd a... Viszont a fiatal színész kerestek egy idősebb férfi szerepére, természetesen megfelelő karakterizációt alkalmazva. Ott van. Vigyázzak kezecskétel. Sok időt töltöttünk az uralkodó szerepének válogatásával, ezen néhány nagyon híres brit színész is megjelent. El kellett döntenünk, hogy ezt a karaktert egy idős színésznek kell eljátszania, vagy épp ellenkezőleg. Ez egyáltalán nem volt könnyű. Végül meggyőztem magam arról, hogy egy idősebb színész biztosan sokkal jobb lesz, mert tapasztaltabb, mint egy fiatalabb. A Sith tekintete. Az mi a fene? Olyan volt eredeti. Ó. Az meg már az után. Kiborgok. Ott a menő mól. És ott van Aninak a keze. Klónháborúk végén Tarzin anya, az élnővérek vezetője, egy hagyományosabb két mechanikus lábbal felszerelt testet biztosított mólnak. Ja, ott. Anakin Skywalker jobb karjának elvesztése után lelki sérülést is szenvedett. Szegény. De ott volt Padmé, hogy megvigasztalja. Dolgoz, mint egy gép. Roncsszörnyek. Chibó, úgy hívják. Aha. És a Clone Wars-ban volt. Ő meg Echo. Ez nagyon fura. Ez a, mint az a kóra és olyozat. Ba, az a baba. Ipari robotika. Volt kutyus. Ilyen kutyusom, még keresztapumtól kaptam, de durva. Rebelsbe volt? Lehet. Lehet. Honda, mondta Honda. Asimo. R2D2 érzékelőinek vezérőpanelje. Most ez komoly. Szét kell szerelni. Miért kell szétszerelni? Be kell állítani a kalibrációs modult. Tehát okay. Csavart ki, emelt fel, csavart ki, emelt fel, a kalibrációs panelt a képen látható módon állíts be. Helyezd be a panelt a házba, hogy a lyukak egy tengelyen legyenek. Helyezd vissza, rögzíts vissza, így kell kinéznie, nyom be, fejezd be. Ennek mi értelme volt, Adri? Semmi. Semmi. Minek kellett akkor ízélni? Miért nem adták azt a kicsi, tehát tényleg hangyányi kis ezt, de miért nem tudták ezt egy másik csomagba beletenni, mielőtt azt ráteszed? Tehát, hogy nem értem. Logikátlanok. Komolyan. Full logikátlan. Mindig csavarozt. Legalább akkor odaíratták volna, hogy ne húzzuk meg teljesen. Ja. Azért el kell ismerd, a Vasemberben ilyenek nem nagyon voltak. Ja. A Vasember sorozat egy kicsit minőségibb, mint ez az ártó. A leírása mindenképpen. Ennek a leírás olyan, mint hogyha egy AI rakta volna össze. Szóval emiatt.
emiatt. Tehát, hogy így ez már nem fér bele a csomagba. Ez így nem fér már bele az előző csomagba. Azért ne rombolj, Adri. Felhúzott. Tudod, milyen nehéz volt azt összeizélni? Te csavartad még össze. Ezért nem harad az ember. Amúgy így random ilyen izéket, hogy amúgy menj vissza, mert oda még ezt be kéne tenni. Csavaros szét, meg ott is csavaros szét, meg ott is. Amúgy ez egy átlátszó lap. Ez milyen érzékelő? Tehát ez mit érzékel? Nem tudom. Óvatosan, mert nem tudom, milyen csavarok voltak benne. Ez annyira jó minőség volt, lezárva, nézd, hogy amúgy ez így szét van jövve. És azt is ott szét kell csavaroznod. Most nézem, hogy ez tök jól. Kimértem azt a hosszúságot. Igen. Nem is mondtad. Nem, mert nem akartalak dicsérni. Ok. Na. Kérlek szépen helyezd fel ezt az átlátszót. Helyezd be úgy a kalibrációs panelt a házba, hogy a lyukak egy tengelyen legyenek. És ezt most rá kell tenni? Ja, igen. És mehet vissza. De akkor ezt hogy húzom meg? Mert nem tudod meghúzni? Hát nem, mert ott vannak a kis izék, lábak. Milyen lábak? Hát milyen ezek. Beszél? Ja. Nem tudom, kalibrációs panel. Oké. Okay. Hát de így írja, nem? Helyezd be a panelt a házba, hogy a lyukak egy tengelyen legyenek. És utána meg kell húzni. Ennek mi értelme van? Segítesz fogni? Nem hiszem, hogy sok. Mert most ugye be van dugva a kábel is. Ezt tedd bele ezt a csavart. Úristen, Peti! Hát be van dugva a kábel, így nem fogom. Én azt értem, de hogy ez minek? Tehát, hogy... Menjél. Valahogy máshogy fogjak valamit? Nem kell. De utána megigazítom ezt is csak a... Nem tudom, hogy így mennyire jó. Óvatosan, mert tudod, az alja olyan izés. És ez mitől lett jobb? Hogy beleraktuk a dalzájára? Most már sokkal jobb, Adri. És ebbe csak ezt kellett. Igaz, hogy itt van ez is, de ebbe csak ezt kellett. Ezt csak ki akartam emelni. Fú. Hát ez egy érdekes döntés. Uh-huh. Ez egy nagyon-nagyon érdekes döntés. Lehet a D'Agostinnak ajánlásokat írni, hogy mit kéne másképp. Most már mindegy, ezt már kiadták. Kiadhatják újra. Ez ki fog esni.
Azaz. És amúgy ennyi. Ennyi volt ez a lapszám. Csak hogy megnyugtassalak, hogy ez ennyi. A másiknál előre megkeressük, mit szól. Lehet, amúgy itt jutott eszükbe, hogy basszus! És kihagytuk. Hát ezt kihagytuk. Én már vissza nem teszem. Figyú, Jóska, figyú már. Ne tegyük oda vissza. Az 52-es szám csak erről fog szólni, hogy szétszedjük, visszarakjuk. Jó lesz az nekik, jó az. Jó az, Pistám. Jó az, Pistám. Sok hülye kifizeti ezért a pénzt, szenvedjenek érte. Ne legyen olyan könnyű. Tényleg, amúgy túl könnyű ennek a szerelése. Szerintem ez azért van. A vasemberhez képest sokkal könnyebb, nem? Uh-huh. Szóval ez tuti, hogy azért van. Lemerem fogadni. Dwight K. Schrute. Tetszik az a kulcstartó. Jó. Na, kész. Tényleg nem tűnik könnyűnek, pedig nem annyira vészes.